Marcelina köszöntünk itt a stúdióban, és hogyha már tegnap volt a jeles nap, akkor mi készültünk, és kérjük, hogy fogadd el az Jézus egész Mária. Szerkesztőségünk nevében ezt a szép kis csokot. Boldog születésnapot, nagyon szépen. Hú, nagyon. És figyelj, az egész, házamban, ugye tele vagyok ilyen csodálatos csokrokkal, és éjjel, amikor hazaértem, mondom, magamban nem fogok felébredni. Én. Olyan elősözik a virágillat. Olyan intenzív, az egész házban ilyen illat van, de fölébredtem, mint látjátok, úgyhogy itt akkor vagyok. Tegnap jó sok csokrot kaphattál ezek szerint. Igen. Hogyan telt ez az ünneplés? Ugye itt már mondtam, hogy egy sztárparádéval egybekötött buli volt. Milyen volt ez a születésnap? Isteni volt, csak szeretet özön volt. Tehát annyira szeretet energia volt az egész este, hogy én azóta is pörgök ettől. Tehát, mert a dal is tulajdonképpen arról szól, hogy lazuljunk el, adjunk egymásnak szeretetet, táncoljunk együtt. A zene és az a bizonyos belső erő elfeledteti velünk azt, hogy most vannak itt, ott, amott mindenféle problémák, és tulajdonképpen a zenei szakmából azok a barátok, régi zenész kollégák szerepelnek a klipben, amit most láttunk, hogy összesítve az egész. Tehát, és hogyha barátokkal dolgozhat együtt az ember, az csak jól sülhet el, úgyhogy nagyon vidám. A tegnapi bulin te is készültél meglepetésekkel a közönségnek? Hát kezdődött azzal, hogy ugye nem tudom mennyire emlékeztek, mert ugye ez a fiataloknak a műsora, hogy a Marcelina P.T. a 80-as években az egy crossover zenekar volt, és tulajdonképpen összeállítottam egy 10-12 perces videófilmet, amiben a 82-es, 83-as felvételeket vegyítettem a mostaniakkal. És akkora sikere volt mindenkinél, mert ugye emlékeztünk a régi jó dolgokra. Tehát ez volt az egyik ajándék, a másik pedig azáltal, hogy a Marcelina P.T. billentyűse a Molnár Jani vak volt, ezért kötöttünk nagyon a Vakok Iskolája Nádor terméhez, mert ott már többször adtunk jótékonysági koncertet, és a Vakok Iskolájának kórusával, a Flamich Mária vezetésével most nagyon jó kapcsolatban vagyunk, például a Jónak lenni jóban is énekeltünk, szerencsére részt vehettünk ezen a fantasztikus rendezvényen, és most ők énekeltek csak nekem, mert én nem szerepeltem, tehát én csak a műsorvezető voltam, hogy úgy mondjam, és két csodálatos dalt énekeltek, hát mindenki majdnem elsírta magát, és utána vastapsot kaptak, és utána mondták, hogy hát a vastaps van, akkor még egy ráadást, és akkor mondtam, hogy jó, akkor énekeljetek még egy dalt, és akkor jött a Happy Birthday, de nem akárhogyan, négy szólamba úgy elénekelték, hogy végigbőgtem, tehát szóval nagyon dolgok voltak, és aztán megjött a klip, amin ugye akik ott ültek a teremben, azok részt vettek a klipben, és ez fölpörgött, és az egészre a pont, az i az az volt, hogy bejött a torta, három emeletes, és ugye rajta volt a 70 gyertya, és az égett, és a közepén két ilyen tűzijáték. Na most ez a 70 gyertya valószínű olyan felhevítette ezt a tűzijátékot, hogy robbant. Tehát szó szerint rám robbant, van erről fotó is, meg videó is, nem adtuk be, vagy nem adjuk valószínűleg be. Láthatták. Igen. És a ruhám tiszta gyertya, úgyhogy lehet, hogy ezt ki is kell dobni, nem tudom, van ötletek, hogy ezt az emlékben megőrizni, hogy lehet kiszedni a ruhából egy ilyen gyertya a balesetet. De hát azt is túléltem, gyerekek, nincs mese. És már a klipet is említettük, meg mutattunk is belőle egy kis részletet, ami még nem jelent meg, de nem sokára megfog. Kik azok, akik szerepeltek benne? Tehát igen, ismert. Tehát a lényeg, hogy ez barátok. A 36 másodperces teaser, amit most mindannyian láttunk, ebben benne van az összes szereplő, és ez most egy hétig fog minden oldalon elővezetni a klipet, tehát körülbelül egy hét múlva lesz kint a YouTube-on, meg mindenhol a teljes klip, és ugye Köllő Babett Zalatnai Cini, Vince Lilla, akkor Fábián Évi, akkor a Kártagóból a Szigeti Feri és a Takács Tomi, akkor a Sipos F. Tamás, akkor a hú, segítsetek a Blackout, tehát nézzétek meg még egyszer ezt a 40 másodpercet, tehát nagyon sokan kíváncsi vagyunk benne, és ők mindig, tehát
barátok évtizedek óta, és ez na, olyan hangulatú volt a klip felvétel, gyerekek. Egy az nagy volt, buli még, volt, gondolom egy buli az volt, egész. Szó szerint. És milyen érzések kavarognak benned így a kerek évszám kapcsán? Hogy vagy te a korral? Ez érdekes, mert ez is egy jó sztori, mert én nem akartam ünnepséget tartani. És nem is egész három héttel ezelőtt az egyik barátom azt mondja, na, jöhetek a bulira? Mondom, milyen bulira? Hát a születésnapodra. Mondom, szerinted meg kell ünnepelni a 70-et? Nem ciki a 70-et? Szóval ne hülyéskedj. Legmenőbb dolog. Meg kell ünnepelni. Úgyhogy az egésznek a leszervezésére, hogy legyen egy klip, legyen egy születésnapi parti, legyen minden, és hogy kikerül, nem tudom, hogy ezt mondhatom-e, hogy kikerül a TikTokra, és 291 000 nézték meg, és csak jó vélemény hozzá, tehát ez nem egész három hét alatt zajlott le, tehát ne tudnak, hogy mekkorát fogok én holnap aludni, mert hogy ma se tudtam, mert mindenki telefonált. Meg még idés elrángattunk, viszont akkor további jó ünneplést kívánunk neked. Sokáig. És köszönjük szépen, hogy eljöttél tovább, még 70 évet legalább. Én köszönöm nektek, és szervusztok.